Sziasztok! Kati vagyok, sok szeretettel üdvözöllek titeket a Kék Paróka stúdióból. Ez a Filctoll Varázs nevezetű videósorozatom. Ennek a sorozatnak az a lényege, hogy bemutassam az alkoholos filctollaknak a világát, és azt, hogy mennyire kreatívan tudjátok felhasználni különböző technikákat, és más technikákkal kombinálva, mennyire praktikus és sokszínű ez a technika. Videómban ezt a kis bagyos képet fogom elkészíteni, és most azt a technikát használom, hogy először egy puha grafitos ceruzával előrajzolom a motívumot, és nem radírozom ki úgy, mint azt az előző videómban mutattam, hanem meghagyom. Azt tudni kell, hogy bármilyen ceruzával, ha rajzolsz egy papírra, és utána alkoholos filccel rámész, onnantól kezdve az kiradírozhatatlan, mert ez az alkohol így beleégeti ezeket a vonalakat a papírba, de ezt ki is lehet használni, és nagyon érdekes felületeket lehet ezáltal létrehozni. Amit használok, ez a Darwin Grafipintnek a ceruza sorozata, így néznek ki. És viszonylag puha hegyű ceruza, ezért könnyedén lehet vele rajzolni és dolgozni és satírozni, úgyhogy ha egy ilyen kicsit művészibb és ilyen szeleburdibb képet szeretnél megalkotni, akkor mindenképp egy puhább hegyű ceruzát ajánlok neked, ezáltal tudsz satírozni, és ebbe az a nagyon jó meg ebbe a technikában, hogy miután kész a kép, utólag még pluszba rá tudsz menni a ceruzával, és utólag tudsz satírozni, és még különböző árnyalatokat és érdekes effekteket létrehozni. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ha tényleg pont ezt a képet szeretnétek megalkotni, én ezeket mindig úgy találom ki, hogy egyszerű legyen és mutatós és jópofa vidám, akkor ennek az a lényege, hogy a bagoly, mivel itt lám van ez a szövegrész, a bagoly nem középen van, hanem egy kicsit föl van csúsztatva fölfelé, ezért mikor rajzolod a bagyot, akkor erre külön érdemes odafigyelni, mert ha nagyon lecsúszik, akkor nem lesz hely a szövegnek. Akkor kezdjünk is hozzá! Ami még egy nagyon szuper dolog, az az, hogy matricákat utólag bele tudsz ragasztani a képbe, és ezáltal egy nagyon profi grafikai hatást tudsz elérni, főleg akkor, ha még utólag ezeket a matricákat egy sötétebb vagy egy középszürke filctollal körbe kontúrazod, és ezáltal jobban kiemeled őket. Most ezeket a csillagos matricákat választottam, mert szerintem nagyon illik ehhez a képhez. Mindig gyűjtöm ezeket a mini matricákat, nagyon sokfélét lehet kapni szinte bármelyik boltba, és ami megtetszik, azt így random megveszem, és mikor alkotom a képet, akkor egyszerűen csak elkezdek válogatni, hogy mi az, ami illik, és valamikor maga a matrica ad egy ötletet arra, valamikor ő a kiinduló pont egy képhez. Ennyi fért a mai videómban, bízom benne, hogy tudtam nektek ötleteket és inspirációt adni, és én most például azért rajzoltam ezt a bagyot, mert imádom a bagyokat, mindenféle formában és stílusban gyűjtöm őket, és tényleg, hogyha van valami a környezetedben, ami téged inspirál, lehet egy játékfigura, egy állat, egy motívum, bármi, akkor az tényleg egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy alkoss, mert egy inspirációt ad, és mindjárt már is könnyebben megy az alkotás. Várlak titeket sok szeretettel online felületeimen, a linkeket megtaláljátok a videó alatt, és jövő héten pedig egy villámvideóval jelentkezem, ezek ugyanígy egy alkoholos filccel készült napló oldalak, ahol inspirációt szeretnék nektek adni, ő lesz a következő, és itt nem beszélek, ezek villámvideók, hanem egy felgyorsított folyamatban megmutatom, hogy egy-egy kép hogy készül el, és itt is az a lényeg, hogy azt szeretném bemutatni, hogy mikor elindul egy folyamat, és elkezdem rajzolni, akkor nem mindig az a végeredmény, mint amit először megrajzolok, és itt ez a lényeg, hogy ösztönösen, ami jön belőled, azt csinálod, és bármikor tudsz rajta változtatni, korrigálni, és abból születnek az ilyen nagyon egyedi, jópofa dolgok. Úgyhogy egy hét múlva újra jelentkezem, addig is jó kreatív időtöltést kívánok nektek, sziasztok!